Nagy szeretettel üdvözlünk benneteket a mai egynapos zen záró tanításán, és ennek a kezdetén recitáljuk el közösen az Om Nám mantrát 7-szer. Szerint így kezdődött a zen tanítás. A Buddha fölment a Kesselyű hegyre, ott volt nagyon sok tanítványa, elég hosszú ideig csöndben ült, majd föltartott egy virágot. Senki nem értette ezt a tanítást, kivéve egy valakit, Mahákásapát, aki amikor meglátta ezt a gesztust, elmosolyodott. Miért emelte föl a Buddha a virágot? Mit jelent az, hogy fölemelte a virágot? Miért mosődött el Mahákásapa? Ha nem érted, az nem baj. Maradj meg ennél a nem tudónál. Maradj meg a nem tudható tapasztalatánál. Hogyha teljes mértékben tapasztalod ezt a lényegi pontot, amikor nem ragaszkodsz a gondolkodáshoz, adott esetben a gondolkodás le is áll, akkor tényleg úgy látsz mindent, ahogyan az van. És akkor, ahogy a zen tanítja, létre tud jönni a tudattól tudatig átadás, és minden pillanatban tapasztalni tudod a szavakhoz nem ragaszkodó, különleges eszközökkel megvalósuló tanítást is. Hiszen látod a virágot, látod a padlót, látod a másik embert. Nagyon érdekes ez a zen tanítás, hiszen egyből a lényegre mutat, hogyha egy banánt meg akarsz ismerni, akkor lehet róla sokat olvasni. Lehet a színét elemezni, el lehet mondani, hogy olyan édes jellegű íze van, amíg ide hozzák, addig zöld, de különféle gázokkal aztán zölden tartják, aztán megérik. Nagyon sok mindent el lehet róla mondani. Hogy nő a fán, fölfelé, lefelé. Valójában, ha meg akarod tapasztalni, hogy milyen a banán, akkor benned kell egy banánt, és meg kell enned azt. Ez az a közvetlen tapasztalás, amit a Buddha is tanított annó, és mindenki, aki azóta követi ugyanezt a tanítást, végzi a zen hagyományban, hogy közvetlenül ad tapasztalást a jelenségekről. Egyébként az, hogy egy virágról, vagy bármilyen tárgyról, vagy emberről mennyi mindent lehet gondolni, és hányféleképpen lehet államképként látni a dolgokat, arról van egy nagyon kedves történetem a gyerekkoromból. Remélem, hogy megbocsátatok, hogy ilyen személyes történettel jövök elő. Ha nagyon kicsi voltam, akkor szerettem nagymamám kertébe játszani, ahol hát tavasszal nőttek nagyon szép tulipánok.
Tényleg gyönyörű szép, sárga, piros, mindenféle ilyen, ilyen hagyományos tulipán. És hát szerettem a virágokat, mindegyiket elmentem megnézni, bármilyenféle virág volt, és akkor egyszer oda mentem ehhez a tulipán kis ágyáshoz. Gyönyörű szép volt, belenéztem, és tudjátok, vannak azok a tulipának, aminek fekete a belseje. Belenézzem, hogy fekete. De hihetetlenül megijedtem, hogy úristen, mi az a fekete, egy bogár vagy valami, és egész egyszerűen egy konkrét rettegés alakult ki a tulipánoktól bennem kisgyerekként, és akkor onnantól kezdve a nagymamám teljesen ártalmatlan kertje, ilyen Jurassic Park-á változott, ahol az egyik sorokban ott vannak ezek a csalók, a tulipának, amelyek szépnek néznek ki, nagyon félelmetes belül az a fekete rész, amire jó rá lehet mindenféle fóbiát, szorongást, félelmet, pánikot vetíteni. És akkor sokáig kerültem azt a részt, hogy amikor a tulipánok nőttek, míg nem eltelt egy év, és akkor meguntam ezt a dolgot, és hát oda mentem. Először még csak úgy félve néztem bele, hogy tényleg fekete volt, igen. Mentem még egy kört, aztán egyszer csak eljött az a pillanat, hogy leültem ágyással szembe, fölülről odahajtottam a tulipánokat, és akkor belenéztem, hogy igen, fekete, tehát semmi baj nem lesz tőle. Semmiféle probléma nem lesz. És akkor egy idő után elmúlt a félelem, hiszen megtapasztalhattam, hogy semmiféle félelmetesség nincs abban, se bogár nincs benne, se meg nem támad a tulipán, és akkor egészen odáig vittem, hogy utána már néhány év múlva követeltem a szüleimtől, hogy ilyen fekete tulipán hagymákat vegyünk, amiben fekete tulipán nyílik ki, és akkor már az is teljesen szép virág volt. Tehát, hogy amit egy gyerek elméje elkövet, hogy a belső szorongásait, félelmeit rávetíti valamilyen tárgyra, ez nagyon jól mutatja azt is, hogy később lehet, hogy kicsit finomabban, lehet, hogy kicsit kevésbé látható módon hogyan működünk, és ténylegesen hogyan teremtjük meg a magunk világát, a magunk álomvilágát, hiszen nem látjuk olyannak a dolgokat, amilyenek, hanem sok mindent rávetítünk, és ez különösen akkor veszélyes, amikor emberekkel tesszük ezt, és nagyon gyakran, szinte mindig ezt tesszük. És akkor elindulnak játszmák, körök, párkapcsolatban, családban, gyerekekkel, szülőkkel szemben, és akkor abból nagyon sok szenvedés lesz. Tehát a Buddha tanítása, ami ennyi volt, látod-e a hóvirágot úgy, ahogy az van? Pont a maga valójában, anélkül, hogy gondolkodnál rajta. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont. És nem a hóvirágnál lesz ez különösen lényeges, hanem többi embernél, hogy tényleg látod őket is úgy, ahogy ez a hóvirág van. És hát mondjuk lehetett erre mindenféle gondolni, például Barna azt mondta nekem, amikor behoztam a hóvirágot, hogy pánikolni fog mindenki, meg az interneten is kommentelni fognak, hogy én csúnya letéptem ezt a hóvirágot, és ártottam neki. Volt ettől rosszabb is egyébként a zen hagyományban, Námcsan zen mester, aki egyszer egy macskát ölt meg azért, hogy tanítsa a szerzeteseket. Én ettől egy kisebb vétséget követtem el, csak ezt a hóvirágot téptem le. De hogyha megértitek, hogy miért téptem le a hóvirágot és Námcsan miért öltem el a macskát, akkor még egy nagyon fontos zen tanítása tietek lesz. Ezekre a kérdésekre egyébként, amiket most így itt bedobtam az éterbe, hogyha ezekkel szeretnétek dolgozni, akkor gyertek el például egy elvonulásra, középhaladó vagy haladó elvonulásra, ahol koan interjúkon lehet ilyen jellegű kérdésekkel dolgozni. Hiszen a zen alapvetően kérdez és nem ad választ. Kérdez és kérdést ad a kezedbe, hogy szokd meg azt, hogy egy kérdéssel megnyitod a tudatodat, és nem fixa ideákat vetítesz a világra, hanem befogadod azt a magad valójában, kinyitod a tudatodat a kérdéssel. Remélem ebből a mai napon valamit sikerült elcsípnetek, megkóstolnatok, és hogyha bármiben segíthetünk a zennel vagy az élettel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen várjuk a kérdéseiteket. Van egy gyakorlatcsoport Budapesten, és ha jól tudom, ott is lehet valamit csinálni. Ez így van? Igen, pontosan. Nagyon örülök, hogy erre rákérdeztél.
Van most már december óta egy budapesti gyakorló csoport is, ahova mindenkit várom szeretettel. Keressétek meg interneten, fönt van az elérhetőség, és kérhetek tájékoztatást itt is, hogy mikor és hogyan van ez. És akkor ott is végzünk meditációt, illetőleg a koan interjúzást is ki lehet próbálni, akkor, hogyha már legalább egy naposan voltál itt, vagy legalább három alkalommal ilyen esti alkalmon, és akkor ez egy újabb ilyen különleges gyakorlási lehetőség. Elmeséltem a tulipános történetet, abban én úgy éreztem, hogy az volt a lényeg, hogy rá kellett venni arra, hogy mi az a... Nem kell félned attól a tulipántól, de hogyha nekem van egy olyan érzésem, hogy jogos félelmem van, hogy vannak olyan félelmeim, amitől tényleg tartok, hogy bekövetkezhet, erre mit tudsz tanácsolni, hogy a szürelmet leküzdeni? Mondasz egy példát ilyen félelemre? Féltem egy családtagomnak az egészségi állapotát. Az egyik az fontos, hogy figyeljél a családtagod egészségi állapotára, tehát most nagyon gyakorlati dolgokra gondolok, hogyha vizsgálatra egyébre kell elmenni, vagy tanácsot tudsz neki adni, ezt nyilván érdemes megtenni. Egyébként a félelemmel az a baj, hogy vonza a tárgyát. Tehát a vágy és a félelem az két ellenpólus, és mind a kettő vonza bizonyos szempontból a tárgyát. Nem kell attól tartani, hogy most akkor sokáig rosszra gondolok, és akkor azt majd biztosan megteremtem, ahhoz azért sok mélyebb réteg is szükséges, de a gyakorlat például nagyon tud ebben segíteni, és az első pont, amit el kell követni ilyenkor, hogy találsz magadban egy biztos pontot. Hogyha egy ilyen külső dologtól való félelem, ami viszonylag könnyen legyőzhető, mint ami a példában volt a tulipán, hogy oda lehet menni, megnézni, ez olyan könnyen túlélhető, ez egy kevésbé legyőzhető félelem, de ha magadban találsz egy olyan biztos pontot, amit például a zen megcéloz, hogy tantien fókusz, legyen középpontod, gyere ki a gondolkodásból, maradj meg ebben a nem tudható tapasztalatában, ez energiát ad neked, ad egy belső tartást. És minél erősebb ez a belső tartás, annál inkább szembe tudsz nézni a félelmeddel. És hogyha ez megvan, akkor nézz szembe ezzel a félelemmel. Tehát akár úgy, hogy végig gondolod, akár hogy csak meditációban ránézel, hogy mi van, hogyha ez bekövetkezik, amitől félsz. És ez nem lesz kellemes, de ha közel engeded magad hozzá, akkor egy idő után el tud jönni az az állapot, hogy nem lesz annyira ijesztő. Sok mindentől, vizsgálatoktól, vizsgáktól félünk nagyon, aztán amikor túl vagyunk rajta, akkor kiderül, hogy nem is volt annyira ijesztő. Ezek a helyzetek is ilyenek, az élet mindig megy tovább. A lényeg az, hogy a félelem akkor a legijesztőbb, hogyha nem foglalkozunk vele, és elfogjuk, vagy menekülünk előle. Ezzel lehet, ezzel a szembenézéssel kivenni a méregfogát bármilyen félelemnek. Egyetlen előfeltétel van, hogy te ne törj össze belül. Tehát ehhez mondjuk egy zen gyakorlat nagyon nagy segítséget tud nyújtani, vagy hogyha már ismered a mantrákat, akkor egy mantra gyakorlat. Például Kvanszem Rószál mantra, vagy a Gáté-Gáté Paragáté Parasangáté Bodhisvaha mantra ismételgetése. Ez tud adni egy olyan tűzfalat, és egy olyan jelet a tudatodban, ami erősebb lesz, mint a félelem. És akkor megint csak rá tudsz nézni a félelmedre, de arra is használható a mantra, például a Kvanszem Rószál, hogy a családtagodért énekelsz. És akkor felé is tudsz olyan energiát küldeni, ami neki is segíteni fog. Úgyhogy ilyen komplexen tudsz tenni a félelem ellen. Köszönöm. Még ezzel kapcsolatban akartam is kérdezni, hogy még a nap legelején Barna mondta, hogy mi még ne mantrával meditáljunk, hogy ezt meg tudom fogalmazni, hogy miért. Ez csupán azért volt, mert rövid idő alatt mindent ne próbáljunk ki, tehát jobb, hogyha eleve van a három technika, a tér- és hangfigyelés, a van a másik a nagy kérdés, hogy mi ez,
És a harmadik az lenne a mantra. De eleve ezeket nem szabad keverni, hogy egy ülésen belül, és hogyha valamelyiknél megállapodtunk, akkor amellett érdemes kitartani. De amikor kipróbálod, már akkor érdemes egy picit több időt adni. Tehát mondjuk egy technikának legalább egy napot illene adni, hogy melyik működik. Ha te úgy érzed, hogy a mantra praxis az lenne neked való, főleg ezek után, hogy kaptál egy jó tippet Ádámtól, vagy a félelem megjelenésénél melyik mantra használ, nyugodtan használhatod a mantrát. Tehát akkor van szemhoz szála, nagyon nem tudsz mellélőni. Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy de ugyanaz a félelemmel kapcsolatban azt vettem észre, hogy vannak bizonyos dolgok, amitől elkezdek félni. Eddig egészen konkrétan volt az érettségi, meg most fél éve volt egy gerincskérvem, és igazából azt tűnt fel a dologban, hogy az érettségítől is úgy kezdtem el, ilyen megterésszerű aggodalom alakult ki, de úgy, hogy az egyik tanárom az mondott egy darab mondatot. És az, mint milyen gombot megnyomott volna, program lefutott, és ott volt az eredmény. Teljesen ugyanez játszódott a Gerincs érvnél is, hogy mondta, hogy ez van, és mintha gombnyomásra lefutott volna a program. És hogy ezt hogy tudom megakadályozni, vagy egyáltalán megtalálni, hogy miért indult el a dolog. Nagyon jó kérdés, és sokszor van ez így. Ugye, általában sok minden nem tudatos bennünk, és nagyon sok benyomás ér minket gyerekkorban, amit nem látunk. Ott van az bennünk, meg befolyásol minket, de nem tudod, most nem tudnád elmondani, hogy ez miért, meg az miért van. Ilyenkor érdemes azt, hogy egy bizonyos belső nyugodtságot megcélzünk. Ugyanis amíg gondolkodsz mindenről, addig nem igen lesz meg a válasz. Mert ez mélyebbről jön, mint csak a racionális gondolkodás, ami általában például a racionális gondolkodás ki tud ürügyeket találni, vagy ilyen pótokokat, amiben egyszerűnek tűnik, hogy az érettségitől félek azért, mert ez is. Persze ebben lehet realitás is, hogy nem akarok megbukni, ez meg az, nem szeretném, hogy bekövetkezzen. De általában van ezek mögött, a irracionális félelemek mögött, hogyha tényleg úgy érzed, hogy pánik, vagy nagy szorongás jön rád, ami túlnő azon, ami úgy normálisnak tekinthető, bármi is legyen az. Tehát, hogyha konkrétan mondjuk a működésed ezt gátolja, akkor szinte biztos lehetsz benne, hogy valamilyen sokkal mélyebb okról van szó. Természetesen lehet azt az utat választani, ami szintén nagyon jó, hogy egy jó terapeutával elkezdesz ezen dolgozni. A meditáció egy lassabb út, de a kettő például nagyon jól tud összedolgozni. Azáltal, hogy az éberségedet fokozod, és te gyakorolsz egy olyan állapotot, amikor lejössz a gondolkodásról, akkor ez az éber figyelem nagyon sok mindent be tud fogadni, és ilyenkor ez a réteg, ez az elfolytás réteg, amit a nappali elménkkel elvégzünk, ez elkezdhet lazulni. Ez az, amire azt a hasonlatot délelőtt hallhattad, hogy például a leboruló gyakorlatot csinálunk, akkor föltörjük a jeget. Hogyha mantrázunk, éneklünk, ezt is tapasztalhattad, hogy annak van egy olyan nagy ereje délben, amikor énekeltünk, az így fölhevíti, megolvasztja a jeget, és aztán utána egy meditációval el lehet azt párologtatni. Erről van szó, hogy ezt a beszilárdult tudatrétegeket egy kicsit megdolgozzuk, és ennek az az előnye, hogy ha olyan nagyobb, súlyosabb sérülésed nincs, akkor a tudat öntisztító folyamata beindul. Tehát nem fog olyan mértékű dolog veled szembe jönni, amit nem tudsz elviselni. Míg hogyha mondjuk erőszakosan valaki hipnotizálnak, vagy bármilyen ilyen konkrétabb beavatkozás történik, akkor elveszik a szabadságodat, akkor ott lehet, hogy ezt nem bírod ki. Vagy például akik szerhasználók, az talán jobb példa, valamilyen kábítószert használnak, ki tudja, milyen hatása lesz
és nagyon sok emberre nagyon rossz hatással lesz, mert lehet, hogy olyat nem lát meg, amivel nem tud mit kezdeni. A meditációnál nincsen. Ez olyan egy kicsit, mint a májunk. A májnak is ugye, ha egészséges, és hagyjuk, hogy működjön, és nem terheljük túl alkohollal, meg egyebekkel, akkor a máj a legjobb méregtelenítő. Persze lehet ilyen méregtelenítő kúrákat csinálni, de a legjobb az, hogyha egészséges a májad, akkor az szépen megold mindent a szervezetedben, hogy belül te a legjobban működjél. Ugyanígy a meditáció is, hogyha rendszeresen csinálod, akkor nem egy-két hónap alatt, de évek alatt ezek a félelmek, akár az irracionális félelmek oldódni tudnak. Vagy úgy, hogy ténylegesen följön benned valami, és akkor rácsodálkozol, hogy én hát tényleg ez az. Ennek lehet ilyen ráébredés élménye is. Gyanítom, hogy sok ilyen ráébredés élményről, ami a hagyomány beszél, van ilyen vonzata is. Hogy kinek milyen a karmája, olyat tapasztal is, hogy valaki valami nagyon súlyos karma alól meg tud szabadulni, hogy rálát, akkor az lehet egy nagyon, nagyon felszabadító élmény. De nem biztos, hogy lesz ilyen. Az is lehet, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy már olyan könnyebb vagy, vagy bizonyos dolog már nem zavar téged. Tehát ezt a háromosságot, amit tanítottunk is, hogy leborulás, éneklés, ülés, de különösen az első kettő, éneklés, leborulás, mert ez egy aktívabb gyakorlat, azzal nagyon jó megdolgozni ezeket a dolgokat, és akkor természetszerűleg fognak ezek oldódni, ha szeretné segítséget, akkor pedig érdemes egy jó terapeutát is, vagy mentálhigiénész szakembert fölkeresni, és akkor a kettő remekül tud működni. A beleszületett betegségekről lenne egy kérdésem. Például nekem a bal szemem, tehát egyszerű vagyok, csak mint érzékelek, hogy nekem ebből mit kell megtanulnom, vagy hogy a karmikusan ez jelente nálam valamit. Van egy nagylányom, ő ugyanígy beleszületett szembetegséggel született, a másik szeme más problémával, de ugyanúgy nem gyógyítható. Nagyon sokszor, amikor valami számunkra kedvezőtlen jelenséget találkozunk, akkor hajlamosak vagyunk rögtön ráfogni, hogy karma. És mindenféle ugyanígy, hogyha valami jót teszünk, akkor azt mi tesszük, ha valami rosszat teszünk, az egónk teszi. Ha valami rossz történik velünk, az biztos karma, ha valami jó történik velünk, akkor áldás. Ez, hogy neked van ez a veled született állapotod, ez rajtad múlik, hogy te ezzel mit kezdesz. Én hiába kezdeném innen kielemezni ezt, hogy mert igen, mert balszem, mert biztos az érzelme, stb. Igazából ez is a te dolgod, az én dolgom csak annyi, hogy ne hozzalak téged egy olyan, a saját viselkedésem által, és a környezetet olyan helyzetben, ahol mondjuk te ettől kevesebbnek érzed magad. Tehát képzeljük el, hogyha minden mondjuk egy féllábú ember csak akkor sajnálunk, hogyha úgy gondoljuk, hogy kevesebb, mint mi. De hogyha világon mindenki féllábú lenne, akkor ugyanúgy tudnám élni az emberek, és akkor fel sem tűnne. Ugyanígy én azt tanácsolnám, hogy az adott állapotodban, ahogy vagy, abban néz rá arra, hogy mi a dolgod, és abból hozd ki, ahelyett, hogy rágódnál, hogy kaptad, hogy emiatt van. Hogyha a gyakorlatot végzed, akkor, mint ahogy Ádám is mondta, lehet ilyen rádöbben és rálátás élmény, de az, hogy az életedben, a környezeted hatásaival, vagy a saját életeddel mit kezdesz belül, ez a felelősséged, és erre a felelősségre hívja fel a gyakorlat, a figyelmedet. Tehát, hogy ebben a pillanatban mennyire vagy jelen, mennyire látsz tisztán, hallasz tisztán, és mennyire fordulsz a környezeted felé együttérzően és segítséggel. Ezt tulajdonképpen bármilyen állapotban meg tudod tenni, meg lehet tenni, és ugye abból főzünk, ami van.
és jól lehet főzni általában a kevés hozzávalóval is. Tehát azt jelenti, hogy ne rágódj ezen, hogy miért van, azt mondja meg, hogy ebből a helyzetből mi az, amit ki tudsz hozni. Még lehet, hogy előtt is tudsz kovácsolni, ezt nem tudom. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a itt kapott dharma energiát, azt a kinti életbe mi az, amire úgy érdemes fordítani. Ne ugyanazokat a köröket járjam be mindig, mikor hazamegyek, hanem kicsit más dologba fektetni az itt kapott energiát. Van egy nagyon fontos kérdés, amit mindig mondogatunk a zen tanításokkor, hogy a zen az az, hogy őszintén föl tud tenni azt a kérdést, hogy miben segíthetek. Hogyha erre használod a dharma energiát, akkor ez egy nagyon-nagyon jó módja annak, hogy még több dharma energiára tegyél szert. Tehát térj oda-vissza mindig, bármilyen emberi kapcsolatban vagy, hogy hogyan tudsz segítő odafordulással lenni a másik ember felé. Ez talán a legjobb gyógyír bármiféle nehézségre. Legyen az egy nagyon egyszerű kapcsolat, ha elmész a boltba vásárolni, vagy egy hivatalba ügyintézni, és akkor ott ilyen marconnal depressziós emberek vannak, akik már akkor rákiáltanának, amikor még semmit nem csináltál. Az ilyen helyzeteknek általában egyetlen jó megoldása van az, hogyha te kedvesen viszonyulsz hozzá, és akkor ez általában ragadós. Illetőleg, hogyha mégse, akkor meg nem olyan fontos. Akkor te mégis talán adtál valamit, és lehet, hogy elgondolkozik, amikor hazamegy, hogy ez a fiú, ilyen jól viselkedett velem azt a mindenit. Hát én milyen frusztrált voltam. Tehát, hogy igazándiból, ha ezt az energiát erre fordítod, akkor az már is segít minden lénynek. És az visszajön. Tehát tényleg, ahogy a Barna is mondta, ez abszolút nagyon jó, hogy ne magadért csináld, ne önösen, hogy akkor én ilyen, meg olyan, meg amolyan legyek, de ha nem így csinálod, és tényleg önzetlenül segítesz, és kedvesen odafordulan ott vagy, akkor általában ezt viszonozza is a világ. Tehát nagyon fontos alaptétel az, hogy a világ tapasztalatunk függ a tudati minőségünktől, és amilyen minőséggel kapcsolódunk mi a világhoz, a világ is ilyen minőségben fog felé viszonyulni. És anélkül, hogy túl misztifikálnánk, ez tényleg így van. Úgyhogy ilyen irányba érdemes a normál energiákat irányítani. Még hozzáfűznék talán annyit, hogy van itt nekünk 5 fogadalmunk, amit néha van a fogadalom elvevő szertartások. És ez 5 fogadalom, hogy ne hazudjunk, ne öljünk, oda nem adott tárgyakat ne vegyünk el, nem ivágból ne kövessünk el házasságtörést, borítószereket ne használjunk. Ezek ilyen nagyon kis alap dolgok, amik általában az emberi érzékekre vannak kihegyezve. Ezek a fogadalmak, hogyha csak érben tartod, hogy mik ezek, akkor már adhatnak egy irányt, hogy amikor a dharma energiát úgy érzed, hogy túlárad, akkor mondjuk ne égesd el a kerozint, mert milyen szépen még, hanem használd fel valami olyasmi, amit másokat is segíthetsz, és a környezetedet is nem szenvedteted, sőt. Beszéltél most a mások segítéséről, és van nekem egy pár, aki 12 év volt a beteg, sztrókos. Én segítem őt, tehát otthon vagyok vele ápolási segélyen, de már bekapcsolta nálam a félelem és a szorongás, már mindent. Hogy ez nem lehet kezdeni. Kvanszembószál. Hát ilyenkor nagyon nehéz, és nem biztos, hogy elsősorban az ülő meditációt javasolnám neked. Ha tudod, akkor csináld, de ahogy Barna is mondta, egy nagyon egyszerű mantra gyakorlat, amit rendszeresen végzel. Hát a Gwansen Bosszál, ez
nagyon jó lehet. Vanszen Bosszál ez a név, ez Avalokiteshvara Bodhisattva, a koreai neve, és annyit tesz ez a név, hogy az a Bodhisattva, aki meghallja a világ hangját. Tehát ez a cselekvő segítő odafordulás Bodhisattvája, és ez az a minőség, amire ilyen nehéz helyzetre szükség van, már pedig arra, hogy tudjál segíteni, ott legyél, jelen legyél, de meglegyen benned egy erő, egy energia, hogy te ne törj össze. Mert hogyha te összetörsz, akkor az a másiknak se jó. Tehát ezek olyan helyzetek, amelyekben a gyakorlat megmutatja magát, megmutathatja magát, hogy mennyire létfontosságú. Ha reggel és este például beiktatsz a napodba egy kvanszámbószál éneklést, lehet ez 10 perc reggel és este, lehet fél óra, amennyi jól esik. Ha abba beleadsz mindent, beleadod a félelmeidet, az érzelmeidet, akkor ez segíteni fog abban, hogy ezek egy picit oldódjanak. És lehet a helyzet, lehet a másik emberért is énekelni ezt a mantrát, illetőleg ha megy, akkor érdemes egy-két leborulást is, vagy 10-et, vagy 108-at elvégezni. Ezek mind erősítő gyakorlatok, úgy testben, mint energetikában. Ettől nem lesz a helyzet könnyebb, viszont el tudod azt élni, hogy ne cuppanj rá teljes mértékben. Mert ez nagyon könnyű, pláne hosszú távon tönkre menni. Figyelned kell magadra, és figyelned kell arra is, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgokra, hogy hol tudsz magadnak szabad időt allokálni, találni, amikor nem az ápolással foglalkozol. Bárhogyan lehet ez egy kis séta a ház körül, vagy amikor megteheted, amennyiben megteheted. De a gyakorlás is ebben beletartozik, hogy akkor végzel valamit, úgyhogy persze, hogy a másikra tudjál azért figyelni, és akkor tudsz némi energiát adni magadnak. A zennel ezt lehet, és érdemes csinálni. Köszönöm. A kedves odafordulásomat többször esett ma is szó, hogy csökkentsük a magunk és mások szenvedését. Engem az érdekelne, hogy mi a teendő akkor, amikor ez a kedves odafordulás nem elég. Mert vagy hol a határ, és meddig fordulgat kedvesen oda az ember, mert hogy a reakció az semmi, vagy az ellenkezője, vagy még erősebb a szenvedés okozás a másik fél részéről. És én néha azt gondolom, hogy a kedves odafordulásnak a vége az lesz, hogy mondjuk lerúgom a fejét, és akkor így felébred, hogy hello. De hogy hol a határ, nem tudom. Az odafordulást és az együttérzést azt ne keverjük össze a negyedes bájulgással. Tehát amikor együttérzőek vagyunk, Szungszán Zen mester úgy volt együttérző, hogy leoldította a másiknak a fejét egy pillanat alatt. De utána tovább is lépett, tehát ezt nem vitte tovább. Az együttérzés és az, hogy helyesen látjuk magunkat, helyesen látjuk a szituációt, helyesen teremtünk kapcsolatot és helyesen cselekszünk. És az, hogy helyesen, ez ugye mindig a saját belátás, tehát a gyakorlatunk ezt támogatja. Általában a múltnak és a jövőnek valamiféle, tehát a múltbéli traumáinknak és a jövőbeli félelmeinknek valamiféle egyvelegét így rávetítjük a jelenlegi helyzetekre, és akkor lesznek olyan szituációk, mint biztos ismeritek a viccet, amikor Juzika megy a medvéhez a fűnyíróért, és jobban megy akkor a fűnyírónak. Pedig menne még egy szót se szól, csak a Juzika feltúrázta magát közben. Tehát visszatérve az, hogy nem feltétlenül mindig kedvességet jelent ez az odafordulás, de ahhoz, hogy helyesen használjuk, ezért helyes szituáció felmérésre, helyes látásra van szükség. És
Hát ezt gyakorlat nélkül legtöbbször nehéz átlátni, mert szeretünk konzervből dolgozni. De ha itt elkezdünk gyakorolni, azért próbálunk mozdulatlan test, mozdulatlan tudatot lehetőleg odafigyelni arra, hogy az impulzusokat minimalizáljuk, hogy teret adjunk valami olyasminek a látására. Jobb szó hiány látást mondunk, de hát az érzékelést. Általában azt akarjuk mondani, hogy jobban lássuk azt a szituációt, amiben vagyunk, az embereket, akiről beszélünk, a világot, amiben vagyunk, és hogyha tisztában látod, akkor nagyon lehetséges, hogy nem is kerülsz olyan szituációba, hogy valakinek a fejére kellene ugrani. Mert már sokkal előbb elkerüld azt a helyzetet, vagy megoldod.